mert a tenger és a víz az mindig vonzott, és a általános iskola után is két helyre adtam be a jelentkezésemet, a hajózási szakközépiskolába és a pécsi művészeti szakközépiskolába, és mind a kettőre felvettek, és a szüleim azt mondták, hát a Pécs az közelebb van, Dombóvárhoz, ahol születtem, és Budapesten egyébként sem tudtak volna kollégiumot biztosítani, úgyhogy ez lett a vége, nem bántam meg, de azért a következő életemben, hogyha lesz olyan, akkor majd szeretnék hajós kapitány lenni. Dolgoztam a szabadtéri színpadon itt a Margit szigeten, Erkel István királyt mutattunk be pár évvel ezelőtt, az ős változatot, felvette a televízió, a Duna TV, az is nézhető, úgyhogy borzasztóan büszke vagyok rá. Ugyanígy a két évvel ezelőtti pécsi Traviátára, ahol Domingo volt már nem az Alfred, hanem a Zsermon, az öreg Zsermon. Hát azt is felvette a Duna TV, és arra is nagyon büszke vagyok, hogy a Domingóval dolgozhattam. Pace con la sola, tutte splendere ancor può. Ez fantasztikus lehetett, mert való. Hát az egy öngyilkos asszony nem azt fogja nézni, hogy talpra essen, hanem az, hogy puff, mikor üldözik, kiugrik úgy, ahogy van, hát úgyis öngyilkos lesz. És szigorúan maga előtt volt a kotta, és úgy ellenőrizte, hogy nehogy valami másképp, hogy gondja volt arra, hogy akinek fontos énekelni valója van az akusztikailag olyan helyen, ki volt mérve a színpadon minden mozgás. Emlékszem, akkor behozta a Rajna kincsébe a lézer technikát. A Dickens úgy végződik, hogy hát a Scrooge egy kicsit megjavul, és most innentől kezdve nem lesz olyan harácsoló. Müller Péter azt írta, hogy dehogyis, hát mindent el kell dobálni, és mindent oda kell adni, akkor fogunk katartikusan megváltozni, és ez rettenetesen inspirált engem. Mindent, mit gyűjtöttem, széjjel szórni, egyetlen mámoros, másodpercét, ha újra kezdhetném, biztos őrülten élnék. Van erőnk ahhoz, hogy megváltozzunk, mondja a Scrooge, aki a végén valóban szétosztja a pénzét, és a kisfiút elviszi magával, és meggyógyítatja. Akkor higgyünk abba, hogy ha megváltozunk, akkor megváltozik minden. Viktor nagyon jó szimattal, nagyon, nagyon jól értve a tehetség kiválasztásához állítja föl ezeket a gyerek csapatokat, és nagyon eredményesen dolgozik velük. A színház az a terület, ahol én igazából otthon vagyok. Tehát azt gondolom, hogy még rengeteg darab van, és rengeteg opera, próza, minden, és igazából ezt szeretném.